2010-ben kezdődött a Zsivadán makói telephelyének építése, és már ennek folyamán fontosnak tartotta a cég vezetése, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a város önkormányzatával. Kiderült, van egy sport, amely mindannyiukat összeköti, és ez a futball. Így már 2011-ben sor került az első közös torna megszervezésére. Most az idei kihírásnál 4 csapat vállalta a megmérettetést. Korábban voltak olyan éveink, amikor 6, illetve 7 csapat vett részt az eseményen. Most a budapesti kollégáink sajnos nem tudtak eljönni, így most 3 zsivadános csapat és az önkormányzat vesz részt a tornán. A találkozót évente 2-szer megrendezik. Decemberben az Erdei János városi sportcsarnok ad otthont neki, nyáron pedig a Marosparton mérik össze a tudásukat a lelkes focisták. Elég népes az önkormányzat csapata, bízunk benne a jó szereplésbe. Sikerült az elmúlt években azért többször nyernünk, mint a dobogó valamely fokán végezni. Bízom benne, hogy az idén is így lesz, és akkor a fiúk is jól érzik magukat, és nem csak itt, hanem majd a családi napon is. A barátságos mérkőzések végül sérülések nélkül az önkormányzat csapatának győzelmével értek véget, így ők vihették haza a megérdemelt kupát és oklevelet.